Vendégünk a Békés Csabai Ipartestület elnöke, központi fűtés, gázvezeték és készülék, vízvezeték szerelő mester, az év Békés megyei kézműves vállalkozója, Lukovicki György, köszöntöm stúdiónkban. Én is üdvözlöm a szerkesztő urat és a hallgatókat. Nagyon örülök, és nem is tudom, minek véljem ezt a nagyfokú érdeklődést, de nagyon szépen köszönöm. Igyekszek rá válaszolni, amennyiben tudok. A nyár elején a Békés Csabai Ipartestület éves taggyűlésén többen is aranygyűrűt vehettek át. Mit ismertek el ezekkel az aranygyűrűkkel? Igen, ez az aranygyűrű, ez már régen benne van az alapszabályunkban, hogy 25 év ipartestületi tagsági viszony után ezüstgyűrű, 40 éves ipartestületi tagság után pedig aranygyűrűvel jutalmazzuk hűséges tagjainkat, de hát nem csak hűséges, hanem hát azért szakmailag is elismert, és mindenféleképpen méltó tagokat, úgyhogy ezek ilyen kiemelt számok, de közte tudunk egy ezüstkoszorúsmesteri, aranykoszorúsmesteri címet adni. Hát aztán, aki már tényleg egy páran arra is méltóak voltak, hogy kiváló kézműves, meg országos szintű kitüntetéseket is kaptak már, és még szeretnék is közben járni, mert van egy pár nagyon-nagyon rendes, hűséges iparos, aki megérdemli, és mindenképpen szeretném őket ezzel a jutalommal. Mi pénzjutalmat ugye nem tudunk adni, meg egyebet. Mi nálunk ez az erkölcsi elismerés, és erre nagyon büszkék, ha kitehetik az üzletükbe, műhelyükbe, bárhova, ahol ezt látják a náluk megforduló ügyfelek, kuncsaftok. Kik kapták az aranygyűrűket? Az aranygyűrűt most 4 kollega érte el a 40 éves időtartamot. Ez az egyik Kertész János, aki előttem volt elnök, 3 cikluson keresztül. Ő autószereléssel foglalkozik. Most már ugyan nyugdíjba vonult, de abban a szerencsés helyzetben van, hogy a fiaival együtt tudja tovább vinni a vállalkozását. A másik szintén régi mesterünk Purcsi György, aki hűtőgép szerelőként van nyilvántartva, de hát most úgy látom, hogy a fő profi a kipufogó szerelésjavítás, amivel szintén egy ilyen viszonylag gos űrt tölt be, mert azt nem nagyon szeretik javítani. Van egy mesterünk, és ez az egyik szívügyem, Molnár Sándor, Jaminába dolgozó, élő férfi szabónk, aki hát egyszerűen a hobbija a galambászat mellett a másikat csinálja, hogyha betér hozzá valaki egy méreten kívüli nadrággal, vagy esetleg meghibásodott, vagy kivenni, mint régen, ugye a szoknyán egy kicsit bejebb, egy kicsit kijebb, hát a férfiaknál is ugye van, amikor általában inkább kijebb kell engedni ugye a derék bőséget, és ő ezt nagyon-nagyon szívesen megcsinálja. Idősebb már, hiszen hát a 40 éves tagság is azt jelzi, hogy nem fiatal a gyerekek, és idősebb, de viszont nagyon szereti ezt csinálni, és örömmel veszi, ha még hozzáfordulnak. A negyedik fiatalabb korosztályba számít, a Vandlik János, ő is vízgáz központi fűtés szereléssel foglalkozik, szépen alakul kialakította a céget, van is, aki tovább vigye, mert bizony a nem elég megcsinálni a céget, de a továbbvitel, ez is egy nagyon kényes dolog, hogy van-e kinek átadni, érdemese volt addig, mert ez meghatározza azt a filozófiát, hogy beruházzunk, még vegyünk valamit, vagy pedig már kérdőre vonja az ember saját magát, hogy hoppá, hát érdemes ezt megvenni, elhasználom én ezt még például egy gép esetében, vagy bármilyen tartósabb cikk esetében. Úgyhogy ő hál' Istennek szerencsés, van egy fia, aki majd már jelenleg is a vállalkozás aktív részese, és viszi tovább.
úgyhogy ők kaptak. Én szívem szerint most az idén már megint, ahogy nézegettem a nyilvántartásunkat, megint lesz ilyen 40 éves ünnepeltünk, úgyhogy hát én örülök neki, minél több embernek szeretném átadni, csak hát az aranyára borzasztó magas. Igen. Jelenleg hány tagot számlál a Békés Csabai Ipartestület, és milyen kihívásokkal kell szembenézniük napjainkban? Jelenleg cirka olyan 120 nyilvántartott tagunk van. Hát sajnos egy része idősebb, de fiatalokat is üdvözölhettünk, sikerült beszervezni kollégáknak, meg magamnak is, meg hát volt, aki úgy jött, mert a nagyapja volt iparos, az apukája volt, és akkor ő is úgy döntött. Nem nagy létszámúak ezek, de már, hogy mondjam, akinek nem termett a cseresznyéje, egy szem cseresznye is sokatra lejelent, vagy barackot, ha meglátja a fáján. Hát mi is örülünk a fiataloknak. Jelenleg olyan 120 körül tag van, de ebből, aki tényleg aktívnak mondható, hogy rendszeresen részt vesz a gyűlésünkön, meg bármilyen felhívásra azért megmozdul, ez olyan 60-70 fő. Ők aktívabbak. Ugye komoly hiány mutatkozik szakemberekből itt nálunk is. Ezt a helyzetet önök hogyan tudják orvosolni? Nagyon nehezen, nagyon nehéz. A szakember utánpótlás nagyon nehéz. Most a tanuló képzést megint megváltoztatták, ugye? Más a képzési rendszer. Magam is részt vettem ilyen utazásokon, ahol próbáltuk tanulmányozni, hogy mit tudom én, Hollandiába, Franciaországba, Portugáliába, hogy mennek, hogy oktatják ott a dolgokat, de ugye hát ott is másabbak a lehetőségek. Mások a lehetőségek, másabbak a viszonyok. Olyan dologból vállalkozók pénzt csinálnak, amire mi itt nem is gondolunk, és bizony jól élnek. Na most a szakképzés ott sem zökkenőmentes, mert én a legnagyobb problémát épp a múltkor beszélgettem egy vezető tisztségviselővel, akivel egyetértettünk, hogy sajnos a demográfiai hullám most elért odáig, hogy ugye ez az 50-es, 60-as születésű gyerekek, azok már megtanul, már ki is öregszünk, nem, hogy megtanultuk, ki is öregszünk, és most azok az évekből kellene meríteni, amikor kevesebben születtek szerintem, vagy nem is az én tudomásom szerint kevesebben születtek, mert én nem tudtam, mondja nekem a volt mesterem, hogy akkor én ratkó gyerek vagyok. Hát megmondom őszintén, nem is tudtam akkoriban 14 évesen, hogy mit jelent az, hogy én ratkó gyerek vagyok. Hát nem, én nem ratkó gyerek, hát én Lukovicski György vagyok. Igaz, hogy szlovák származású, de mondom, nem tudtam. Hát már most már tudom, hogy mit jelent az egész korszakot, mert most már ugye elemzik, nyilván ugye sokat beszélnek róla. Én nagyon-nagyon azon vagyok, hogy a gyerekeket nem úgy küldik el szakmát tanulni, mint nekem csak az édesanyámat tudok gondolni. Abba az irodába kötöttük meg a tanuló szerződést, amelybe most elnökösködöm. Még talán a bútor is ugyanaz volt, mert azért olyan fényesen nem állt az ipartestület, hogy ottan évtizedenként cserélgessük a bútort, de úgy engedett el, azt mondtam mesternek, hogy mester úr, tanítsa meg ezt a gyereket dolgozni, nyugodtan dolgozzon, ne csak a labdát rúgják otthon, meg rosszalkodjanak, hanem tanuljon meg dolgozni. És ez egy egyszerű parasztasszonytól egy olyan indítatás volt, hogy a mester is aztán párszor visszatért rá, hogy hát fiam, tudod, mit mondott édesanyád, hogy tanítsalak meg dolgozni, de én csak akkor tudtam megtanulni dolgozni, hogyha be is jártam, dolgoztam. Nem az órát néztük, hogy most jaj, hát már nem kezdünk bele, mert talán nem végzünk háromig. Volt, amikor este 7 órakor szóltam a mesternek, hogy Laci bácsi, nem jó a világítás a biciklimen, és már sötét van. Fiam, sötét van, soha ne bordott órát, érdekes volt. Sötét van.
hát akkor gyerünk haza, fiam. De másnap ugyanúgy besötétedett, másnap ugyanúgy nem tudta, hogy hány óra van, úgyhogy ez egy érdekes volt. Akkor kicsit rosszul esett, mert a többi tanuló, akik a környező cégeknél, most függetlenül ugye minden cég képzett, legyen az kötött árugyár, vagy konzergyár, mindenki képzett magának ugye szakembereket, voltak ott tanulók, és ők már, mit tudom én, kettőkor a műszak végén hazamehettek, meg minden, engem ugye, akkor nagyon bántott, és rosszul éreztem magam, de utána az később rájöttem, hogy hát ha eltelt már 2 hónap, és még nem volt menetmetsző a kezibe, hát akkor milyen szerelő lesz? Hát engem aznap, amikor oda kerültem, a mesterhez odaállított a metszőhöz, na fiam, megmutatta egyszer-háromszor, hogy kell beállítani, és akkor itt van, tessék, vágja, csinálja. És egy kicsit úgy voltam, hogy jó, mondom, ez nem is olyan könnyű szakma, ezt a metszőt nyomni kell, mert bizony meg kellett tenni a 20-30 dekaszalonnát hozzá, hogy az ember nyomja, de a végén megérte. Azt mondom, hogy megérte, érdemes volt megtanulni, nagyon szeretem ezt a szakmát. Hát nem tudom. Sokan már mondják, hogy talán abba is kéne hagyni, mert közel, inkább a 70-hez vagyok közelebb, mint a 65-höz, de egyszerűen nem tudom elképzelni, hogyha én abba hagynám, mit csinálnék. Hát én 14 éves korom óta reggel 7 órakor mindig felvettem a munkát, vagy a mesternél, vagy ahol dolgoztam, mert dolgoztam cégeknél is, amikor leszakmunkásvizsgáztam, dolgoztam cégeknél is, ami nagyon jó jött, hogy megismertem a ingatlan kezelőnél a javításokat, abba úgymond szakemberré váltam. Elmentem az AIV-hez. Hát addig fogalmam nem volt, ezek az épületek hogy épülnek. És bizony most veszem igazából hasznát, hogy tudom, hogy hogy van megszerelve, hogy van, hol vezették a csöveket. Itt nézik, hogy van egy cső, de ez nem is kell ez a cső, mert itt soha ő még nem látott vizet folyni. Hát nem is fog látni, mert ez esővíz, hát nyilván csak akkor folyik, amikor esik az eső. Úgyhogy érdekes volt, volt, aki rá akarta kötni a szennyvizet, hasonló problémák, és nem ismerték, mert nem dolgozott. Nekem nagyon jó jött, és utána aztán katonaság után, mert én még sajnos 2 évig voltam katona, amire úgy büszke is vagyok, mert fiatal volt, jól esett, de bizony a sok csibészséget is meg lehetett ott tanulni a katonáéknál, úgyhogy nem vagyok annyira büszke arra 2 évemre, de utána rögtön szinte az első tavaszon, ahogy leszereltem, kiváltottam az ipart, és azóta is csinálom. Nagy-nagy örömömre, és nagyon nagy boldogság az, mert egy időben nagyon irritált és bántott a dolog, hogy vállalkozó, amikor átneveztek minket a kisiparból, a vállalkozóvá válás, ugye hát ez egy adminisztratív dolog volt, mert ugyanúgy maradt minden lényegében az a 1-2-3 fős vállalkozás, és átneveztek. És jó vállalkozó, de vállalkozó volt az is, aki semmit nem csinált, nem tudtuk, hogy mit csinál, vállalkozó. Kész vége. Egy kisiparos az komoly dolog volt, és én nekem vágyam volt, és hála Istennek bejött, mert minden korszaknak megvan a maga sláger szakmái. Ott volt a villanyszerelő, amikor 110-ről átállt a 220-ra, ugye hát minden házat át kellett szerelni. Amikor jött a vizes, ugye, vezették az utcán a vizet, tudom, nagy örömmel ástuk az árkot. Igaz, hogy föltört a kezem, meg gyerek voltam, de nagy örömmel ástuk az árkot, mert lesz vízünk, és nem kell a 800 méterre lévő ártézik útra menni kannával, locsolóval, vízért, és nekem nagyon nagy öröm volt az, amikor ugye bekötötték valakinek a vizet, és megnyílt a lehetőség előtte, hogy bevezessük, fürdőszobákat csináljunk, meg minden. Nagyon sok ember addig ugye nem is látott fürdőszobát, hiszen a francia fürdőszoba, a lavoár volt a divat,
ugye, meg nem, magam is mosakodtam, még vájún is, nem szégyen, ez a akkori kutak, amik a házban voltak, azok tiszta vizet adtak, csak hát nem iható vizet, de tiszta víz volt, a jószág is ivott belőle, állandóan használtuk, és utána, ugye, akinek megcsináltuk a fürdőszobát, hogy azok milyen boldog emberek voltak, hogy megjelent neki a meleg víz, akkor nem kellett kihordani az utca porára önteni a szennyvizet, meg minden, hanem vagy a tárológödörbe, hanem az elfolyt egy aknába, és ez olyan csodálatosnak tűnt, hogy, és nagyon-nagyon örültek az emberek neki, és én arra nagyon büszke voltam, hogy én, mint iparos, és itt térnék vissza, hogy utána, amikor vállalkozó lettem, egy kicsit úgy lenézve éreztem magam, mert ez is vállalkozó, az is vállalkozó. Én ezt csinálom, és látványos, és az embereknek örömet okozok, jót teszek, és a másik meg nem tudom, mit csinál, de vállalkozó az is. Úgyhogy egy kalap alá vettek, ez egy kicsikét bántott. De aztán az idő során, az évek során ez elmúlt, hiszen az érdekképviseleteket is megváltoztatták. Sajnos a kioszt ugye sajnos, hát a kioszt megszüntették, és utána lett a kötelező szintű kamarai tagság, de talán önkéntes volt először, az is önkéntes volt, utána tették kötelezővé, igen, bocsánat, de ez már sajnos történelem mind, és azért néha már van úgy, hogy valami kimegy a fejemből, úgyhogy a kötelező tagság az ugyanaz volt, mint amikor ugye az ipartestvér tagság is kötelező volt. Nagyon szerettük, nagyon öreltük, csak úgy példaképpen mondom, hát egyszerűen már most azt mondja az ember, hogy ilyen nincs. 112 szekér fuvarozó volt Békés Csabán. És ez hozta magával a többi, ez csak egy szakma, szekérfúvarozó, hozta a kovácsot, hozta a kerékgyártót, a bognárt, a különböző szakmákat, a szígyártók, a lószerszámot, akik javították, csinálták. Hisz van, amikor büszke volt az a fúvaros, hogy egy-két szép, ilyen fényes dísz volt a lován, mint most ugye az embereken a különböző díszek, akik erre hajlamosak, hogy kifúratják fülüket, órukat, stb. A ló is szépen fel volt díszítve, hát ez mindjárt megjelenés, és mind megéltek. Mindnek volt munkája, kovácsmesterek. Sajnos bizony, hogy ahogy bejöttek aztán a fejlődés ezt hozta magával, akkor utána az autószerelő szakma nőtt. Hát ez így van. A sláger szakmára visszatérve, most például a klímaszerelő nagyon jó szakma, hát most nagy sláger, ha bár egy kicsikét elbizonytalanítja az embereket a energia árak, meg az energiabiztonság, meg stb. Ön központi fűtés, gázvezeték és készülék, valamint vízvezeték szerelő mester is. Melyik volt az első? Az első a vízvezeték szerelő szakmám volt, mert a Hankó Laci bácsinál tanultam. Ő egy régi dinasztiának volt a fiú örökös hián utolsó sarja, és ő bárdogos, és szerelő szakmába dolgozott. Na most így is volt, hogy bádogos és szerelő, nem külön vízgá, mert ők fűtést is csináltak, gázt akkor még ők természetesen nem, de a bádogos szakmából is el tudtam lesni valamit, van fogalmam, hogy az a lemez hogy hajlik, miért hajlik, hogy hajlik könnyebben, ezek a fogások mik, nevettem, amikor elkezdte sorolni ezeket a szerszámokat. Majdnem mindenki német, sváb neve volt. Egzeigli, Degzeigli, Salaisni, Schauber, mit tudom én, hasonló dolgok, csak néztem. Hát atya világ, mondom, hát ezeket még a végén németül is meg kell tanulnom. Nem, de arra nagyon jó volt, hogy egy alapot. Sőt, én most is minden embert képeznék, hogy szélesebb látókörrel bírjon. Úgy képezném őket. Ne csak egy szakmát, meg ne csak papírja legyen, hanem gyakorlata legyen. A papírra nem érünk semmit. Volt nálam nagyon sok alkalmazott, kicsit elkanyarodtam, és feleségem mindig, hogy hát nem is kérted a szakmunkás bizonyítványát. Anya, mondom a feleségemnek, anya, nem papír kell nekem.
tud dolgozni, vagy nem tud dolgozni. Volt, akinek nem volt papírja, de bizony olyan rutinos, széles látókörű iparos volt, rá lehetett bízni önállóan a munkát. Mert ugye ez a lényeg, hogy önállóan. Mert és az, hogy sokrétű volt a munkánk, amikor ugye a vízvetéket csináltunk, de hát vele járt a kezdetek kezdetén, meg most is sajnos, hogy elő kellett venni az ásót, a csákányt, a lapátot, az ott volt a kiskocsin, vagy amikor kivitt minket a fuvaros, még ugye annak idején kivitt a szekérfuvarozó minket, elvitt a házhoz, föl volt pakolva szerszámanyag, és akkor az ott volt fönt, az tartozék volt. A betontöréshez nem különböző hilti, meg akkumulátoros gépeket használtunk, vagy bármi más egyéb ilyen technikát, hanem nagy vésőt, nagy kalapácsot, úgynevezett stangát. Hát ezekkel kellett megoldani kézi erővel, és megcsináltuk. Olyan hihetetlennek tűnt, hogy a kőművesek akkor mondták, hogy ó, nem hagyjuk ki a mi az alapba a lukat, majd a vizes kivési, ahol ő neki kell. Ugye ez ilyen divatos mondás volt az elején, hogy fogták, leöntötték. Ugye nem voltak képesek betenni egy ilyen zsaluzatot oda, hogy na hát akkor majd itt viszi a csövet kimérni, mert ugye hát nem voltak ilyen szintezők se. Én még most is előveszem a slagos vízmértéket, és nagyon pontosnak tartom. Nem voltak ilyen nézők és lézeres fény, hang, egyéb effektusokkal működő, megjelző dolgok, de meg lehetett csinálni. Akkor is a vízszintes, az vízszintes volt, és megcsináltuk, és nagyon sokat kellett dolgozni, de ez a szakma, a vízvezeték szerelő, az nekem úgy a szívemhez nőtt a legjobban. Nagyon szerettem. Nagyon szép dolgokat lehetett csinálni. Amikor összejöttem egy burkolóval, egy meggyes bodzásról való burkolóval, összejöttem, és csináltuk együtt a fürdőszobákat. Hát én megszereltem a csővezetéket, meg amit kellett, ami a vizesnek a dolga volt, ő meg ügyesen burkolt. Na most nem volt ilyen csempe választék, nem. Hát volt fehér, színes, fekete, hát vagy így tett egy kis díszsíkot, vagy úgy, nem. Most van dekorcsík, igaz, hogy van, amelyik 10 000 forintba kerül egy 20 centis dekorcsík, de az emberek megveszik, mert hát ők azt úgy találják szépnek, meg minden. Akkor vágott a burkoló egy kis feketét, egy kis világosat, sötétet összedolgozta, és a végeredmény viszont annak idején hát nagyon szép volt, nagyon jó volt. Nagyon-nagyon örültek azok az emberek, akik ugye nem volt addig lehetőségük, hogy kényelmes, szép fürdőszobája, bizony büszkeség volt, mert valaki jött látogatóba, vagy valami, mindjárt megnézte, és akkor ugye ment, hogy ki csinálta, mit csinálta, hát a vizes, a Lukovicki volt a burkoló, hát most már kimondhatom, mert abba hagyta szerintem a szakmát, mert sajnos ő se fiatal ember, a Frank Imre volt, és hó, hát hó, elkérték a címünket, akkor nem úgy, hogy a számunkat, a mobil számot, vagy a... Nem, elkérték papíron a címünket, másnap ott voltak, vagy harmadnap jöttek, hogy hát mester, nekem is kellene, nem meg tudná oldani, nem tudná megoldani. Voltak nagyon szép időszakok, amikor tényleg keresték az embert, az a fellendülés időszaka volt. Voltak olyan időszakok is, én elmondom most is, amikor problémáznak az emberek, hogy hát nincs annyi munka, meg most is egy kis megtorpanás mutatkozik, ugye, de elmondtam, hogy figyeljetek, hát nem kell kétségbe esni. Hát én rám volt, amikor 3 hónapig a kutya nem csöngette, nem nyomtanám a csengőt, nem kopogott az ajtómon. És mégis valamit kitaláltam, valami munkát, szerszámrendezést, benyeleztem az ásót, lapátot, a kalapácsokat, meg minden. Megoldottam, hogy valahogy kihúzzuk, mert voltak időszakok, bizony, volt olyan, hogy a feleségemnek mondtam, hogy anya, keresél még valahol egy kis pénzt, mert be kell fizetni a járulékot, ezt-azt, még akkor ugye csekken, vagy kellett befizetni általában, nem ilyen utalásos rendszer volt, és kész, és kellett keresni, mondtam, hogy nézzék kisebb seprűt, hogy a fiókot valahogy szedjük elő, de
valahogy mindig sikerült, nem voltak adósságaim, mert bizony egy vagy két hónapot, ha kihagy az ember, szinte lehetetlen, olyan, mint a hiteltörlesztés, szinte lehetetlen utolérni magát az embernek, vagy pedig egy valami szerencsés húzás, dobás kell, hogy az ember utolérje magát. Bizony feleségemnek nagyon sokat köszönhetek még itt ezen a fórumon is elmondhatom, hogy bizony, amikor fiataliparos voltam, egyedül dolgoztam, jött segíteni, fürdőkádat emelni, heggesztői palackot segített levenni, vagy föltenni a utánfutóra, amikor már volt utánfutóm, az is egy nagy előrelépés volt, hogy egy utánfutót tudtam venni a Lada után, és akkor már nem kellett mindent a Ladába beletuszkolni, hanem egy utánfutóval közlekedtem, és vittem a dolgaimat. Úgyhogy neki is nagyon-nagyon sokkal tartozok, és nagyon-nagyon sokat segített a munkámba. Ez is hozzátartozott. Ha egy picit előreugrunk az időben, ön hogyan látja magát? Mit fog csinálni, amikor nyugdíjas lesz? Hát gondoskodtam magamról, hogy ne unatkozzak, gondoskodtam. Van családi házunk, amely egy kicsikét sajnos elszaladt, mert nem volt időm foglalkozni vele. Bizony a dolgokat át kell szelektálnom, mert ha valahol, ugye most megmaradt, lecseréltünk egy mosdót, egy kádat, vagy valamit, akkor vagy ki tudtuk vinni valahova, vagy de nyilván leadni, vasat még a méh átvette, de ugye most azzal is problémák vannak, azt sem tudom hogy egyáltalán, hogy Békés Csabán most hol lehet leadni, ha lebontok egy fürdőkádat. Hát csak ugye valamikor egészbe lehoztuk a fürdőkádat, vagy lehoztam, vagy még egyedül is volt úgy, hogy fölvittem az emeletre, most már bizony szétdarabolom a rossz kádat, az öntött vaskádat, és akkor úgy hozzuk le, mert bizony az energia azért egy kicsit fogytán van. Én nekem van egy kis földem, és azzal is foglalkozunk ott is. Én nem tudom nézni azt, hogy nő a gaz, meg minden a föld mellett. Én nekiállok, és amikor van szabadidőm, lekaszálom. Hát most majd egy kicsit több szabadidőm lesz, ha abba hagyom, és akkor remélem, hogy még szebb lesz a kertem. Fasort ültettem, és gondoltam a jövőre, mert az nem nekem fog teremni az a fasor, nem én fogom azt majd kivágni. Fasort ültettem, bizony többiek nevettek meg minden, hogy leárnyékol, egy kis búzával, koricával kevesebb fog teremni, tudtam. De az a fa, az fa, és bizony látjuk most is, hogy most ezen megy a vita, hogy nem tudom, 1 milliárd fát akarnak, azt hiszem hallottam egy műsort, hogy 1 milliárd fát akarnak ültetni, de pontosan hol nem tudom, de egész komolyan veszik most már ezt, és kicsit elkéstünk vele, de jobb később, mint soha. Úgyhogy lesz munkám, nem fog unatkozni. Adós vagyok a feleségemnek, mert azért minden évben egy-egy hétre igyekeztünk elmenni. Én különösen a fürdőhelyeket kedvelem egyébként, mert sajnos ez nem múlik el, ezek az eltelt töltött évek nyomtalanul. A fürdőhelyeket nagyon szeretem, a melegvizes, gyógyvizes fürdőket, és szeretnénk majd egy kicsikét többet eljutni ilyen helyre. Úgy legyen. A Békés Csabai Ipartestület elnöke, Lukovicki György volt a vendégünk. Köszönjük szépen. Én is köszönöm a lehetőséget, és a hallgatóknak is köszönöm, hogy meghallgattak.